10 tipp a szép városkép fotózáshoz. A fotózás a kikapcsolódás egy fajtája. Olyat szeretnénk látni, amit a saját szemünkkel nem láthatunk. Magas felhőkarcolókat, végtelen horizontot és távoli kultúrák embereit. Vágyunk a távoli dolgokra, így érthető, hogy miért olyan híresek, eladhatóak a városképek. Remélem ez a 10 ötlet segíteni fog abban, hogy jobb városképet fotóz, illetve inspiráljon, hogy felfedezd a távoli kultúrákat. Közvetlenül naplemente után csodálatos városképeket tudunk készíteni. Miközben lemegy az aranyló nap, az ég sötétebb lesz, a város pedig kiviláglik alatta. A legjobb időpont a városképek készítéséhez a naplemente utáni időszak. Az épületek már ki vannak világítva, az égbolt természetes fényei már halványulnak, így a fények egyensúlya nagyjából egyenlő. Ekkor nagyon jók a különböző árnyalatok kombinációi. Másik ideális időpont a napfelkelte előtti időszak, ezt szürkületnek vagy más néven alkonyatnak nevezzük. Megéri korán felkelni, hogy ezt a pillanatot elkapjuk. Széles látószögű lencsével örökítsd meg a horizontot. A városképekhez a 12-35 mm-es fókusztávolság a jó választás. Nem szükséges, de később hálás leszel a széles látószögért. Ezzel úgy tudsz horizontot fotózni, hogy nem kell kilométereket utaznod ki a városból, és lehetővé teszi azt is, hogy egy felhőkarcolót függőlegesen lefotóz, miközben a lábánál állsz. A precíz eredményért használd a kamerád időzítőjét és az állványt. Naplementében és a sötétedés utáni fotózáskor az állvány elengedhetetlen, ha éles képet akarsz lőni. Szereld fel a kamerádat az állványra, és állítsd be a kamerád időzítőjét. Így nem kell tartanod, amíg az készíti a fotókat. Ezáltal a kamerád stabilabb lesz, a képek nem lesznek homályosak, tökéletesen éles kép lesz a végeredmény. Keresd a vezető vonalakat. Csak úgy, mint a tájképeknél, a vezető vonalak lényeges részei a háromdimenziós városképek készítésének. Távlatot, mélységet és fényhatást adnak bármely képhez, miközben a szemlélőt a kép egyik pontjából a másikba utaztatják. A városképeknél a vezetővonalak egy nagyon kaotikus látványhoz is erős koherenciaérzést biztosítanak. Gondolj például a vonatsínekre. A sínek a mellettük nyüzsgő utasokkal, mindezt hatalmas épületekkel körülvéve, könnyen tűnhet zsúfoltnak és őrületesnek, ami lehet jó is, de akár fókuszálatlannak is tűnhet. De a vezetővonalak segítenek átvilágítani a káoszt. Esténként keress olyan csomópontokat, ahonnan előnyös helyzetből tudsz fotózni. Gyakorold a hosszú expozíciót, majd keress egy forgalmas csomópontot a városban. A tökéletes helyet nem egyszerű megtalálni a nagy forgalomban. Jól kell ismerned a várost, vagy legalább sejteni, hogy merre találsz forgalmas csomópontokat. A cél a homályos mozgás. Nagy forgalom fotózása jó ötlet lehet, különösen, ha van néhány érdekesség is a képen, mondjuk egy felhőkarcoló, vagy valamilyen városjelkép. De ha ezek nincsenek is meg a képen, mindenképp valami mozgalmasságot, vonalakat és görbéket kell fotóznod. Ezért a kanyargós utak és a forgalmi csomópontok nagyon jók erre a célra. Vonalakat alkothatsz konfliktusokból, mozgásokból, káoszból. Mint a folyók a tájképeken, a szökőkutak legalább olyan fontosak a városképeken. A szökőkutak jelenléte a városképeknél a fotókon a szépség és a nyugalom kifejezésére szolgálnak. A legtöbb város tele van szökőkutakkal. Vannak kicsik és nagy történelmi múlttal rendelkezők,
mind más és más érdekességgel járulnak hozzá a kép kompozíciójához. Például a nagy fénysókhoz, melyek a magasba lövik a vizet és izgalmassá, látványossá teszik a képeket. Keresd a mintákat. A minták képesek arra, hogy vizuálisan harmóniát adjanak egy képhez. Amíg első látásra a megszokott városkép elfakultnak és szelídnek tűnik, fókuszálj az erős festői elemekre, mint a formák, vonalak, színek, alakok, ez felkelti a néző figyelmét, és az egész kép sokkal érdekesebb lesz. Ne félj a gyalogosokat is bevonni a képbe. Ha már az útkereszteződésekről van szó, a nagyobb városokban, mint például New York, Tokió, Toronto, négy irányú gyalogátkelőhelyek vannak, ahol a gyalogosok minden irányba közlekednek, autókat állítanak meg a csomópont mind a négy oldalán. Ezek igazán látványos, mozgalmas képeket eredményeznek, fényszórókkal és a lakások fényeivel körülvéve. Amikor nincs fotóállvány, improvizálj. Sok iroda rendelkezik szép kilátással, ami vonzza a fotósokat. De amint fotóállványt látnak, profi munkát sejtenek, ami kiadásokat jelent. Ezek az intézmények azért nem engedik a fotósokat az állvánnyal fotózni, mert esetleg illetmény terhelheti a profi munkát. Ebbe a problémába legtöbbször az USA-ban lehet belefutni, de más nemzetközi nagyvárosokban is előfordulhat. Ez eléggé elszomorító, de ahelyett, hogy ez letörjön téged, próbáld a legtöbbet kihozni abból, amit van. Keress egy olyan helyet, ahol fel tudod állítani a kamerádat a fotózáshoz azért, hogy ne kelljen a kezedben tartanod, és ne mosódjon el a kép. Használhatsz asztalt, oszlopot, falat, valaminek a peremét, padsort, bármit, ami lapos és biztonságos. Ha nem találsz síkfelületet, csinálhatsz is egyet. Támaszd meg a kamerádat a kabátodon, vagy egy másik ruhadarabon. A rossz időjárás egyben lehetőség is, de csak óvatosan. A rossz időjárás nem csak életet lehel a képeidbe, a viharos időjárás az eget egyenesen megszínezi, komorságot, haragot, borzongást sugal, de mégis békés, egy szóval a viharosség érzelmeket fejez ki. A csapadékkal olyan, mintha a város az esőzés után még jobban ragyogna. A legtöbb forma, struktúra még színesebb, amikor nedves, mivel a víz kiemeli a színtelítettséget.